Sziasztok, Oltarú vagyok, és mindenkit köszöntök itt a csatornán, remélem mindenki jól van. Most arról lesz szó, hogy mire kell ügyelni, ha pszichikus képességű empata vagy. Az empata alapvetően nem tudja kikapcsolni az empátiát, ellentétben más emberekkel, akik szimplán csak empatikusak. Lehet, hogy az egyik legnagyobb kihívás jelentő lelki ajándék ez, legtöbben ugye képesek empátiát érezni és megérezni a másik embert, másiknak az érzéseit a másik szemszögéből. Az empátia, az emberi szimpátia és a megértésnek a egyvelege, és a legtöbb ember időről időre természetesen érzi ezt a fajta érzést, ezt az empátiát. Viszont a pszichikus képességű empátia nagyon más. A legtöbb ember ugye megtapasztalja azt az alapvető empátiát, azt az érzést, anélkül, hogy ő pszichikus empata lenne, vagy empata lenne önmagában. És a becslések szerint a lakosság 5%-a igazából pszichis empata. A klasszikus empata alapvetően túlérzékeny, de igazából mindegyik féle empata túlérzékeny. És, de vannak ugye nagyon pszichikusan szenzitívek is, és sokkal jobban érzik az ember érzéseit vagy fájdalmát, és fokozottan fel vannak így hevülve, fokozottan érzékelnek. Igazából mondhatni az energiákat olvassák szimbolikusan, metaforikusan, valójában nem csak az emberek érzéseit értik, hanem annál sokkal mélyebben bele tudnak menni. Tehát van ebben egy ilyen nem fizikai, nem csak érzelmi jelleg. Szóval alapvetően az empata úgy működik, hogy tényleg így random fölvesz élményeket, nem verbális dolgokat, és ezt így leköveti, mint egy ilyen szivacs fölveszi, és nem csak azt tudja, nyilván a klasszikus empata az érzi azt, hogy a illető hogyan érzi magát, anélkül, hogy bármit is kéne itt keresni, hogy ő most miért érzi, vagy hogy érzi. A pszichés empata már igazából már nagy kihívást jelent számára ezek a dolgok, sőt, fájdalmasak is lehetnek. Tehát egy pillanatban ő, az empata jól érzi magát egy ideig, aztán egyik pillanatról a másikra akár felszívhat negatív dolgokat, tehát dühösek vagy depressziósak is lehetnek ilyen, szinte ilyen ok nélkül. Tehát az egyik pillanatban az empata jól érzi magát, a másikban már nem, és lehet így nagyon dühös vagy depressziós, és tényleg annak, mintha nem lenne semmilyen nyilvánvaló oka. A legtöbb empata azért rendkívül félénk, és félelmet érezhetnek a nyilvános helyekkel kapcsolatban, a tömegben, vagy a szabad levegőn, szorongást érezhetnek, fejfájást vagy depresszióban is szenvedhetnek, és meg is érezhetik egyébként a természeti katasztrófákat, és akkor olyankor előtte mondjuk éreznek valamilyen fájdalmat, felfájást, szorongást, függetlenül attól, hogy most hol vannak épp a világban, szóval rengeteg mindent meg tudnak érezni. Egy pár dolog azért itt is van ugye hasonlóság a klasszikus empatával, vannak olyan dolgok, amik megegyeznek. A klasszikus empata igazából már belépő szobája a pszichikus képességeknek, de ez még nem jelenti azt, aki klasszikus érzelmi empata, az pszichikus képességgel is rendelkezik, bár itt van egy vékony határ, ami átjárható. A pszichikus képességek is fejleszthetőek, és az empatikusság is, bár az sem egyenlő még az empatával. De igazából itt ezek egy fejlődés részei, követhetik is egymást. Azt gondolom, egyre több empata lesz a jövőben, egyre többen használják az intuíciójukat és a pszichés képességüket,
A taró iránt is nagyon nagy az érdeklődés világszerte. Az egyik legnépszerűbb spirituális terület a világon most jelenleg. Nálunk más dolgok, de viszont valószínű, hogy egy ilyen világszintű jelenségről van szó, de azt gondolom, hogy ez itt is előbb-utóbb meg fog történni, mert az intuíció jó. Olyan lehetőségeket nyit meg, hogy a kapcsolataink kiegyensúlyozottabbá válnak, az empátia képessége is nagyon jó, csapatjátékossá teszi az embereket, viszont elmondtuk, hogy miért jó az empata, de nem beszéltünk arról, hogy nem feltétlen annyira könnyű empatának lenni, hiába vannak előnyei, hatalmas hátrányai vannak. Most meg arról lesz igazából szó, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy ne legyen ez a nagy rendetlenség. A legtöbben klasszikus érzelmi empaták, a pszichikus képességgel rendelkezők nyilván kevesebben vannak, viszont itt azért vékony a jég, meg ez egy fejlődési folyamat szerintem. Alapvetően nagyon fontos egy empatának, hogy megtanulja meghúzni a határokat. Általában ezt szokták elrontani, egyrészt az elején nem is tudják, hol vannak a határaik. Az empatákat imádják kihasználni, de ez sokszor nem is szándékos. Igazából itt az empata éppen annyira hibás, mert nem ad jelzést másoknak, hogy elég. Nem lehet másokat sem azért hibáztatni, mert ő ezt és ezt csinálja nyilván, hogy valamennyire azt az empata is engedi. Mivel az empata nem mondja el világos kommunikációban mi a baja, kőkeményen le kell szögezni, hol vannak azok a határok. Az emberek hajlamosak szemetesnek használni ugye az empatákat, a sok negatív érzelmi töltést az empatán leadni, aki amúgy is hiperérzékeny, és még jobban kiakad egy ilyen negatív hullámtól. Szóval ezért figyeljünk arra, hogy ne használjuk a másikat feltétlen szemetesnek, mert ezt senki nem bírja el. Igazából lelkileg az empata meg végképp nem tudja olyan könnyen ezt elviselni. Az empatának meg cserébe ezt nem szabad igazából engednia, meg kell tudnia húzni a határokat. És nyilván a saját életünk, a saját felelősségünk, és, de valahol az empata mindig úgy érzi, hogy neki felelősnek kell lenni mindenkiért, másokért is. Viszont ez egy klasszikus húzzuk meg a határokat sztori, barátság is arról szól, hogy megajándékozzátok egymást szeretettel és jó kedvel és jó élményekkel. Tényleg van elég baj az életben mindenkinek, a barátok nem szemetes ládák, szóval ez az egyik, amit egy empatának meg kell tanulnia, meghúznia a határait. Ez tényleg fontos, tudnia kell az empatának, hogy van egy határ, ahol, hogyha mások átmennek, akkor egy kapcsolat vámpír jellegű lesz. Nyilván ez egy nagy leckéje az empatának, ugye? Másik nagy ilyen dolog még, egy klasszikus empatának is, igazából itt mindegy, hogy pszichikus vagy klasszikus, ugye a saját érzelmeit meg kell tanulnia megkülönböztetni másokétól, vagy a pszichikus empatának akár brutálisabb dolgokat is, mert könnyen átveszi, mint egy szivacs, beszívja a környezete hangulatát. Ha a párja mondjuk mérges és dühös, ő is az lesz, ahelyett, hogy ura lenne a helyzetnek. Azért ezeknek éppen úgy megvan a hátránya, mint az előnye. Ha a pszichikus empata valaki, nem csak az emberek hangulatát képes felszívni, hanem sajnos mást is, ami sokkal brutálisabb lehet. Tudom, nem mindenki hisz, és lehet bántani fogja párotok fülét ez, de ilyen extrém spirituális dolgoknál a pszichikus képességű empata felszívja a nem fizikai világból érkező rendetlenséget. Ez nem véletlen, 0.1-es fejezet a spiritualitásban a védelem és a tisztítás. Fontos megtanulnia a pszichikus empatának a földelést és a védelmet, mert minden fura dolog beáramolhat. Ugyanakkor pszichailag túlterhelté is válhat a túl sok információtól.
Ezeket a fajta dolgokat nem egyszerű kiegyensúlyozni, és ezt sokan nem tudják egyébként, hogy ennek milyen nehézségei vannak. Egy pszichikus képességű empata ugye használja a tudattalamban lévő dolgait, és onnan nyitogatja ezt a kis zsilipet, és ez a kis zsilip már nem zár olyan tökéletesen, mivel ezt egyfolytában ugye nyitogatja, és feljöhetnek onnan dolgok, amik lelkileg nagyon megerőltetőek. Ha klasszikus empata vagy, akkor is fontos a mentális védelem. A pszichés empatának meg végképp nagyon fontos. Hogyha úgy érzed, te is empata vagy, függetlenül attól, hogy pszichés vagy klasszik érzelmi empata, akkor nagyon fontos lehet számodra a földelés kérdése, és az, hogy leválaszd a saját érzelmeidet másokétól, meg tud különböztetni, mi kihez tartozik. Pszichés empatának nem szórakozás lenni, sok olyan hatás jöhet fel a tudattalamból, ami mentálisan nagyon megerőltető. A tarósok is sokszor pszichikus képességeikből hozzák ezt. A pszichikus képességekkel rendelkezők gyakran vannak transzba, és a transz megváltozott tudatállapotot közelebb visz a tudattalan tartalmakhoz. Azért a legtöbbször egy pszichikus képességgel rendelkező empata azért használja a képességeit, nem véletlen nagyon sok tarolvasó ilyen típus, viszont ezeknél van egy enyhe transz először könnyű és nagyon lebegős érzés, könnyen jön az intuíció is, de az utóhatása és a mellékhatása létezik, szóval van. A legtöbben nem véletlen, csak ritkában szeretik nyitogatni ezt a zsilip, mivel itt nagyon vékony lesz a határ a tudattalanhoz, tehát folyamatos transz van jelen, és az információkat töltenek le a transzban a pszichikus képességgel rendelkezők, ehhez az intuíciójukat használják úgy, hogy egy megváltozott tudatállapotban a tudattalamból nyerik ki az információt. Meditációkor is gyakran hasonló állapotok vannak jelen, nem véletlen az is egy enyhe transz, hogyha azt jól csinálják, és nem egy ilyen löki-möki relaxációról van szó. Igazából elég bonyolult ezt elmagyarázni, lényeg az, hogy a pszichés empatánál nincs meg a mentális védelem, mint egy normális átlag embernél, és könnyen beáramlik az árnyék, a feszkók, a traumák és az asztrális hülyeségek. Ezek miatt is lehetnek hatalmas nagy érzelmi ingadozások is, nem csak azért, mert felszívják ugye a környezetükből, mindezt fel kell tudni dolgozni. Gyakran, akik komolyan használják a magas szinten ezeket a dolgokat, az intuíciókat, észrevesznek olyan hatásokat, amit a jógások szoktak, de itt most tényleg a komoly jógásokról van szó. Szoktam mondani, hogy ez ugyanaz az univerzum, hiába kelet, nyugat, akármi, a tapasztalás nem lesz nagyon más. Ez azért is van, mert a tudattalamban tárolódik az előző életbeli emlékek, ugyanebben nem mindenki hisz, és ott azok összeérnek, mint a levesben az ízek, ezek álmokon keresztül feljöhetnek, és mikor itt a szelep már nem véd, akkor elkezd feljönni, akár előző életből jövő rendetlenség, félelmek, és kénytelenek vagyunk egyébként újra átélni azokat az élményeket, amiket nem szívesen élünk át. Ezért a pszichés empaták megtapasztalhatnak megmagyarázhatatlan félelmeket, szorongást, amit nem tud megmagyarázni, hogy honnan jön. Nos, ez nem olyan gyakori, mert nem sok igazi pszichikus empata van, de a legtöbben érzelmi empaták, ugye, ez nem egy hétköznapi pszichés élmény, de előfordulhatnak ilyen mellékhatások, nem kötelező, hogy előforduljon, de megvan rá az esély erre is. Tényleg nem szükséges az sem, hogy ezt mindenki megtapasztalja, sokféle mentális mellékhatása lehet a dolognak, de a végén általában helyre kerül minden, mert nyilván ez nem egy betegség, csak egy ilyen rossz hullámvasút élmény, viszont nem mindenki tapasztal tényleg mellékhatást,
ahogy a gyógyszerek sem minden esetben okoznak ugye mellékhatást, valahogy hasonlóan van ez is. Biztos, hogy ti is találkoztatok olyan emberekkel, akik nagyon csinálták ezt az egész dolgot, aztán hirtelen abba hagyták, valami történt velük, általában ez szokott mögötte lenni. Ez nem olyan egyszerű ezt kezelni, mert szerintem nagyon kevés ember van, aki ebben tud segíteni az ilyen pszichikus képességű embereknek, mert nem nagyon tudják ezt még annyira megérteni, meg elkülöníteni ezeket a dolgokat. Aki a pszichikus képességét szeretné fejleszteni vagy használni, az készüljön fel akár mentális mellékhatásokra. Ezzel meg kell tudni egyébként birkózni, és védjétek magatokat mindenhogy. Igazából ez egy mentális védelem földelés, lényegében pszichológia, de segít rendszerezni magatokat ott, ahol egy kicsit elcsúsznak a dolgok itt a pszichés érzékeléssel kapcsolatban. Tehát ez a másik, amit egyébként nem szoktak tudni még azok is, akik csak elmennek egy pszichikus képességű empatához, hogy igazából ezeknek a képességeknek ára van, idézőjelben nyilván, és nincsen teljesen ingyen, és össze is dőlhetnek mentálisan, mert ez egy nagyon érzékeny állapot, viszont erre megvannak a technikák, hogy mivel tudjátok kivédeni, ezt majd egy másik videóban lesz erről szó. Sajnos ezek a hátrányok, és azt nagyon fontos figyelembe venni, hogyha a képességeiteket fejlesztitek, akár ilyen irányba, akkor viszont megvannak a kockázatok, és nagyon-nagyon figyelnetek kell ezekre, és vigyázzatok az ilyen ágymunkás dolgokkal, mert nagyon megerőltetőek. Köszönöm szépen a figyelmet, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek a csapatba tartozni. Most akkor tényleg ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!